és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek. Üzleti terv, üzleti terv, üzleti terv, drága vállalkozó társaink! Megdöbbentő, de egy felmérés szerint a hazai vállalkozások fele semmilyen üzleti tervel nem készül, inkább informálisan tervezgetjük a jövőt, mint a milles a Kft. <laughs> kollektívájára is ez jellemző, pedig nem ártana a csinálnánk Vagy egyet. még az se, az, mint az informális tervezés. Igen. Jó, ezt talán túlzás, igen. Hát tegnap volt valamiféle üzleti terv, ami aztán Hát hamvába holt viták, hát tűzében. Hogyha, el, hogyha a távértekezleten ezt a beszélgetést Igen. Hát az informális üzleti tervezésnek Igen. tekinthetjük, akkor valóban ja. kimerítettük. Pedig képzeld el, hogy ö, rengeteg előnye van, mérhetővé teszi a vállalkozás eredményeit, és ami mérhető, az ugye fejleszthető is, ez az elv mögötte, csökkente a kockázatokat, és könnyebben tudunk reagálni a váratlan helyzetekre. Ha van üzleti tervünk, ö, Egyébként még akkor is megéri, hogy, hogyha az üzleti terv borul. Mert hogy ugye ennek azért számos uh, olyan aspektusa van, ami, ami változó, és azért nem lehet betonba önteni egy üzleti tervet, meg még ez önmagában nem is garantálja a sikert, ám tény, hogy minden sikeres vállalkozásnak van évente üzleti terve, ami beleírja, hogy honnan, hova és mi módon szeretne eljutni. Egy, és ebből a tankönyvízű megjegyzésből az jön ki, hogy mindenkinek szüksége lenne üzleti terve. Neked van már, kedves hallgató, aki vállalkozó? na tessék. Egyébként nincs is rossz módja az üzleti terv megírásának, mert le lehet egyébként, hogy ezt így egy kicsit túl is misztifikáljuk. Ü tök mindegy, hogy ezt mibe csinálod. Csak valami, valami, legyen, rendszerezzük ugye a gondolatainkat. Az üzleti terv a vállalkozás legfontosabb kérdésére adjon választ, ez a lényeg. Mekkora eredményt tervez a cég, milyen erőforrásokra van ehhez szükség, mit kell tenni, hogy elérjük ezeket a cégeket, célokat, mennyit kell forgalmazni, gyártani, beszerezni, mekkora költség, hány munkatárs, mennyi pénzre a fizetéshez, és mennyit kell értékesíteni, kinek, milyen csatornán, mekkora áréssel, és így tovább, és így tovább. Ez egy kis vállalkozás esetében néhány oldalba azért biztosan beleszuszakolható. És hát ugye, amiről beszéltem a bizonytalanság, és itt van ugye például koronavírus járványhatás, energiárobbanás, logisztikai költségeknek a megemelkedése, amiről a tegnap beszéltünk, építőanyagipari árobbanás, munkaerőhiány, stb. 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 Tehát ez mind-mind fejeteteire tudja állítani az üzleti tervet, de vele együtt a, a vállalkozásnak a az egész működését is, és hát ezért nem árt folyamatosan követni a költségeket és a bevételeket is. Uh -huh. Például, és erre is jó egy üzleti terv. Úgyhogy. Hát szerintem kiemelkedően népszerűsítetted az üzleti terv elkészítését, és fontosságát. Igen, kedvet kaptál? Hangsúly, hát rend, akkor írd meg létszeres a miénket. Szerintem 10 óra 0 perckor, mikor lemegy az árószignálunk, azonnal ráfordulok egy az üzleti terv. Az, az készítésen. a baj, hogy, hogy elbagetalizálod ezt az egész dolgot. Nem, nem? Abszolút, abszolút nem. Igen. Abszolút nem. Uh, viszont egy pár szót még ejtsünk a, arról, hogy az Apple kimondottan a KKV-kra lőve több kínál, vagy fog kínálni, mármint hogy maga a, hát ez a az iPhone lesz alkalmas bankkártya elfogadásra. Olyan lesz az iPhone, mint egy ilyen kártyatermel. Kártya, egy kártya, terminál, kártya Egyébként ezt a, én ott értem a technológiai eh, részét, hogy az ebbe a trúváj, a Bloomberg értesülését a portfólióhoz egyébként, hogy NFC csipet használja majd a kommunikációhoz, ahogy a mobil fizetés esetében az Apple Pay szolgáltatásnál is ez működik, de hogy ez miért csak most, illetve mi ebbe a trúváj, amikor bármilyen mobiltelefonon, eh, eh, Androidok -ok sokon is ez már jó pár éve működik, és bárki kárkötő elfogadásra alkalmasá tudta tenni a telefonját. Itt ez, ez a rész, amit nem egészen világos. Nekem minden esetre az Apple ezt nagy dobásnak szánja, az új funkciót a következő hónapokban vezetik majd be egy frissítéssel. A 15.4-es iOS verzióval dobhatják majd piacra, legalábbis a Bloomberg értesülése szerint, amit a cég nem kívánt kommentálni. Úgyhogy majd várjuk a hivatalos bejelentést, illetve a részleteket ezzel kapcsolatosan is. ¿Verdad?